Európai Uniós pályázatból épülhetne meg a Tatát és Augustiánt összekötő kerékpárút, és már 2017 nyarán elkezdődhetne az építkezés, ha Tata benyújtott pályázata nyer. A pályázat benyújtásáról holnap dönt a testület. A döntés előkészítő munkához tartozott a mai augustiáni lakossági fórum is. Most két dolog között kell döntenünk, hogy egy városi hálózatot szűken, a belvárosi hálózatot erősítjük tovább, vagy folytatjuk azt, hogy a város külső pontjai elérhetőek legyenek kerékpárútról. Én ez mellett vagyok, ez mellett pártoskodok, megmondom őszintén. Az miatt is, mert Augustián például, amelyikről most konkrétan szó van, amire tudnánk most pályázni, egy nagyon régóta olyan gyenge köldökzsinórral van Tatához kapcsolva, amit nagyon fontos lenne erősítenünk. Az, hogy ide gyalog és kerékpára nem lehet biztonsággal kijutni, azt mindenki tudja. Ez pedig így nem helyes. Ez a városrész el van szakítva Tatától, meg kell adnunk a módját annak, hogy tisztességgel ide tudjanak közlekedni. 4,3 km hosszú lenne ez a kerékpárút. Tatán a vasúti átkelőtől, augustiáni vasúti átkelőtől indulna, és a falu belterületi határáig tartana. Ugye az augustiániak biztonságosan közlekedhetnének Tata irányába, a tataiak augustián fele, újhegyieknek is biztonságos kerékpározási lehetőséget nyújtana. Tehát én úgy látom, hogy sokkal többen fogják használni az utat, mint ahányan most idáig kerékpároztak a Tata-Augustián közötti úton, mivel azért az útszakasz meglehetősen keskeny, és a kanyarok miatt nagyon veszélyes, tehát kerékpározni elég veszélyes, tapasztalatból tudom mondani ezt. Hát a pályázati költség 241-2 millió forint lenne, ebben benne van az útépítés is, benne van a közbeszerzés is. Az önkormányzat részére nem ez lenne nagy költség, hanem meglehetősen nagy olyan területrész van, amit az önkormányzatnak ki kéne sajátítani, ingatlan részek. Ez a becslések szerint 80-130 millió forint között van, ez még nem pontos összeg, ezt nyilván pontosan föl kell mérni értékbecslés alapján. Most ezt készpénzben az önkormányzat hát lehetőleg minél kevesebbet szeretne fizetni. Az önkormányzatnak vannak olyan földterületei, amit föl tud ajánlani telek csereire azoknak a gazdáknak, akiknek kisajátítanák az ingatlanukat, és akkor így hát a gazdákkal megegyezve kényelmesebben tudná megépíteni ezt a kerékpárutat az önkormányzat.